Sziasztok! Hát itt a várva várt folytatás. Igen. Most már tényleg régen voltam, de ennek megvan az oka, ugyanis a Peti épített egy fényező műhelyet. Hát kellett, igen, hogy szép környezetbe, idézőjelbe fel tudjuk venni ezeket a sorozatokat. Úgyhogy most nem a megszokott régi helyen itt leszünk, hanem átmegyünk mindjárt a kis fényezőkamrába, és akkor ott fog történni a... A fényezés lényegében. Köszönöm. Ott kapja meg a szint, meg a felület kezelést. Mindenki teljesen hülyének tudja. De nem, mert ugye ez több részből áll ez a dolog. Most ma az első részt veszik fel, nyilván ti ezt egy videóban fogjátok látni a többi részsel együtt, de akkor ma konkrétan mi lesz az első ma etap? Felszórom a pácot a felületre, a tetejére, a topra, és utána kap egy záró réteget a szín, hogy utána az alapréteg, vagy az alapozó ne szívja ki a szint a fából, mert képes rá, úgyhogy le kell zárni szépen egy izoláló lakkal, és utána jöhet a folytatás. Yes, today. És akkor jössz, majd igen, következő igen. Alkalommal is felvesszük. Ilyet sem láttam még, és hát el kell mondanom, hogy nem borzasztó nagy ez a kamra, tehát hogy ketten éppen elférünk benne, nyilván igen. Egy emberre tervezték, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen lesz. Csapassuk a fényezést, és... Ti már ennek a videónak a végén a teljes végeredményt is látni fogjátok, igen. Nekem arra még most várnom kell egy hetet, de kíváncsian igyekszünk, várom. Yes. Oké, okay, csapassuk. Menjünk. Hát itt vagyunk a fényezőkamra bejáratánál. Gyertek. Most állj be, légy szíves, tehát csak meg tudjátok nézni, hogy mekkora. Nem nagy. Nem nagy. De arra pont elég, hogy egy gitárt le tudjak fényezni. Itt van már a bekészült az áldozat. Hát őt már sokszor láttuk. Profi maszk. Ez egy ilyen forgatós cucc. Igen, ezt gyártottam direkt gitárokhoz. Saját magad? Nem én csináltam, hanem találtam egy szakembert, aki megcsinálta nekem. Yes. Úgyhogy ez ilyen forgató. Levegő sztori. Elszívó berendezés. Ez az elszívó, ezt most pácolásnál nem kapcsoljuk be. Ez az a szórópisztol? Ja, nem. Nem, ez a tömlőnek a... Ja, aha. Ez egy ilyen szűrő rész, ami megszűri a levegőt, és olajozza, megszűri az olajat is a levegőből, ami bekerülne a levegőbe. Hogy ne legyen a lakkozás csúnya, ilyen foltos. Oké. Okay. Próbáljunk majd akkor itt helyezkedni. Itt de menők ezek a szórópisztolyok is már. Hát igen, készültem egy kicsit, vettem egy pár fajtát. Ez mind különböző tud? Más technikákra használom. Ez például, ez csak pácszórásra vettem. Várjál. Aha. Ez egy ilyen tök egyszerű. Ez néz ki a legbénábban. Pedig ez egy jó kis olasz. Gondoltam, mindig az szokott lenni a legjobb, ami bénán néz ki. Ezt a bőrszüléshez vettem. Ez nagyon menő. Ez egy ilyen nagyon picike kis 0,8-as dűzd, ilyen nagyon picike. Ott van, ezt ilyen bőrszülésre. Na, egy picit, mert most begabajodtunk. Igen. Ez az alapozásra, erre a leghitványabb piszta is elég, mert az alapozás az egy ilyen nagyon, nem kell ott szépíteni, ott fújni kell tolni. És akkor ez a legkomolyabb, ez meg a fedőlakozáshoz van. Verke. Menő. Ma ezt fogom használni. Meg szerintem csak ezt, mert yes. Ezzel le tudom izolálni a cuccot. Úgyhogy először megtisztítom a felületet, lefújom a port. Ahhoz megvan egy ilyen. Azt szerinted ezt lefújhatom én, azzal nem tudok elrontani semmit. Igen, persze. Yes. Csak bekapcsolom a kompresszort. Van még benne levegő. Király. Úgyhogy a kompresszor az hangos lesz. Nem baj. Totális lefújásokban leszek most. Így látszódik. Aha. Csak így simán csapassam? Így, szépen, mint a... Ja, aha. Ilyen mozdulatokkal. Hogy fújok por? Nagyon jó. Jön neki. Az a lényeg, hogy a rostokból is kijöjjön a por. Aha. Jó, fújd át azért te is még egyszer. Jó. Nézzük, hogy kell port kifújni rendesen.
No, ennyi. Hogyha befutcsol a zenélésem, ami no. Hát mostanában viszonylag nagy esélyvel rá, akkor porfújó, nekem tudni. Simán. Ébérért. Ez nem fizet túl jól. Ez nem fizet jól a porfúj. Ficsába. Ez nem az a szakma. És ilyenkor már nem célszerű hozzányúlni kézzel a fához, mert ugye a kezünkön vannak különböző zsírok, meg mindenféle kosz, és ezt fel tudjuk vinni a fára. Világos. Úgyhogy én kesztyűt is húzok. Yes. Én felveszem már a maszkot. Jó. Sőt, igen, meg majd kimegyek bekapcsolni a kompresszort. Oké. Okay. Neked is lesz egy ilyen. Meg... Hogy mondod? Egy maszk. Én is azért... felveszem ezt akkor. És már elmehetünk a Mortal Kombatba. Hogy mi? Igen. Nekem meg fullosan be fog párásodni a szemüvegem. Úgyhogy ha nem jó dolgokat mutatok, akkor az azért van. Beltéri oldószeres párc. Sárgás, ízes. Yeah. Hangos ez a kompresszor, ebben igazad volt. Ez lesz a végső színe a gitárnak, ilyen sárgás? Igen, ez ilyen méz szín igazából. Aha. És még a sötétebbi fog a burst miatt. Ja. Úgyhogy azért nem szabad túl sötétre ezt megcsinálni, mert az alapszínben sötétik majd a burst. Világos. Picit megszárad, és akkor átfújom még egyszer. Oké. Okay. Büdös. Büdös. És ezt színezni kell ezt a pálcot, vagy ezt így lehet kapni? Ezt így állítják be, ezt a színt. Aha. De igazából ez a rendes faipari, ez bármilyen szín lehet. Jaj, tehát nem csak ez van belőle, hanem ez lehet kék nem, is. Persze. Vannak a burstnek a színe, például ez ugyanúgy, ez egy ilyen barnás. Aha. Világos barnás szín, és akkor majd ezzel lesz körbefújva. Ja. Segítő. Igen, ez aceton. Aceton. Kicsit kimosom a pisztolyt. Ó. Oh. Így méred ki a... Igen. Nem tudom, micsodát. Igen, az izoláló lakot. Mert... Izoláló lak. LNB837-es? Igen. Egészen olyan, mint hogyha egy ilyen biológiai vírus fegyver lenne.
Várjál, hogy így csinálom. És most az LQA 836-os gyilkos vírust. Igen. Például miért nem a 835-öset használod? Ez a neve, nem tudom. Ezt adták. Mennyire kell ennek? Egy-egybe kell keverni. 30-hoz 30 grammot adtam. Még várok egy picit, hogy száradjon. Persze. Okay. Jó van, legalább a lakozás része megvan. Jó, hát akkor ez a rész. Ez most ennyi. Aztán folytatjuk hétfőn. Oké, okay. Yes. Hú, nem fogom meg, mert olyan vagyok. Folytatódik a festési projekt, ugye itt ti egy videóban látjátok az egészet, de hát nekem eltelt, hogy most pár nap, amíg igen, megszáradt az előző réteg. Fölfújtam a pálcot, utána kapott egy fedő, alapozó lapkot, aha, és akkor most erre jön rá a szín. Na várja, nézzük meg, hogy most hogy, milyenre száradt ez az egész. Most, hát most előről le van már maszkolva. Ja, most akkor nem is látjuk, aha. Mert ugye majd meg kell fújni a bőrztöt, de először az oldalát meg a hátát fújjon meg, és aha, ezért van letakarva, hogy ne kerüljön festék a tetejére sehova, ja, mert utána akkor azt le kéne csiszolni, és újra, de így egy kicsit könnyebb a dolog. Fullos. És akkor most megyünk a fényező műhelybe, és akkor megfújjom az oldalát meg a hátát. És az már színre lesz rendesen? Ez már szín. Ez már szín. Nagyon izgi, nagyon igen, izgi. Csapassuk. Menjünk. Na és hát újra itt. Újra itt. Aha. Atya, úristen! A kutya. Brutális kutyarúgatás. Igen, megmeneküljek. Na tőle. Itt van, és akkor... Milyen színű is lesz ez? Hát ez ilyen... Itt látsz ilyen... Vagy melyen mintákat csináltad? Hát ahogy beállítom a pisztolyt, igen. Aha. Nagyon szépen festes, szóval ez mit ábrázol az? Az egy Picasso után szobor. Nagyon-nagyon jól sikerül. Ja, és azzal fogod a kezedben, ugye azzal? Igen. A... Aha. Ez már nagyon izgi részlet. Már nagyon profin fel tudom venni. Na most már.
No, most várunk még egy picit. Brutálisan jól néz ki már most. És akkor kap még egy pálcot. Ugyanilyet? Ugyanezt. Aha. Aha, csak sötétebb lesz egy picit, hogy fújjam rá a rétegeket. Aha. Menő. Hát most lehet, hogy az történt, hogy nem sikerült fölvennem a második etapot, fújás csak hangban. Na de mindegy, várjatok, mert ez még nem biztos, de akkor megmutatom megint, hogy a második fújás után így néz ki a hangszer. A fújást azt el tudjátok képzelni, ez pont ugyanúgy történt, mint az előbb. Most már sokkal sötétebb, mélyebb igen. Szín. Forgatom egy kicsit. Belőle. Most már gyönyörűen csillog, villog és... Hát ez, igen, mert... Ja, még friss. Még friss. Ugye azért. Menő. És akkor ezek után... Ezek után leszedem majd a megszárad, aha. És akkor a következő alkalommal körbefújom a burstöt. És akkor szép átmenetet csinálok ez a sárgás mészín, meg a aha. barna között. És akkor szépen kialakul ez a tobacco burst jellegű kinézet. Aha. És akkor még az lesz utána lelapkozva? Igen, csiszolva, polírozva. Ilyen, itt. Az lesz a legvilágosabb rész, gondolom. Igen, ami itt lesz középen. Igen. Jó. Hát ez, itt már azért minden mozdulat számít. Itt már, igen, itt már ki kell mérni minden mozdulatot, igen. Mert itt... Hát ha elrontom, akkor nyilván visszacsiszolom, és akkor kezdem előre. Azért jó, hogy van rajta egy alap réteg, és akkor odáig vissza lehet csiszolni. Ja, ja, ja. Bármeddig, úgyhogy az van. Nincs gond, de ilyenkor, amikor már föl van építve egy ilyen szín, akkor már nem a legegyszerűbb ezt visszaszedni. Jó, akkor ezt most megint hagyjuk megszáradni, ennek kell egy azért... Hát ennek most egy nap kb. Ennek most egy nap. Igen, de legközelebb csütörtökön jössz. Így van, és akkor, akkor meg már a rendes, mindenki által látható szín fogjuk csinálni. Igen, a burst. Yes, today. Hát akkor ismétlenül ennyi volt az a festés rész, és igen. Akkor ti egyből látjátok, én meg pár nap igen. Jövök vissza és csapatjuk. Addig is, csőzetek mindenkinek. Sziasztok. Hát én már gyakorlatilag itt lakom. Most már nagyon sokadik alkalommal jövök ide a Petihez. Óriási munkákban van. Éppen a nyakat készítem elő. Amihez? A bőrstöléshez. A nyak is bőrstölve lesz. A fej, a top. Itt kapott egy toppot, aha. A fej is. És az kap körbe egy bőrstöt, mint a test. Oké, okay, és várjatok, akkor... csak megmutatom, mert közben meg már ez megszáradt meg. Várj, ezt mindenki vissza. Elkészülődött. Akkor... Megfoghatom? Persze. Szóval... Yes, today. És hát ez volt a múltkor. Nagyon menő. Sötétedett egyébként azóta egy picit ez a szín. Igen, mert fújtam rá még egy réteget. Tényleg, titokban. Igen, titokban. Oh. Ja, azért, mert ennek száradnia kell azért aha. Több órát, hogy ne egymás után kapja meg a sok festéket, vagy pácot. Brutálisan jól néz ki most már, tényleg. És akkor ma pedig? Ma... Körbefújjuk a burstöt, aha. És akkor elkezdjük a fedőlakkozást fölépíteni. Most annyit fogtok még látni, hogy majd fújok rá egy szintelen lakkot, hogy az egész festőket... Még a burst előtt? Nem, jaj, a végén. Jaj. És akkor azzal kezdődik meg a fedőlakkozás, aha. Ami egy viszonylag hosszadalmas procedúra, mert itt megadott időközönként kell ráfújni, 45 percenként kell fújni egy réteget. Yes, és ebből 3-4 réteg így fölkerül, és utána az lesz visszacsiszolva, polírozva, és akkor lesz ilyen nagyon szép, ilyen üvegszerű a felület. Kemény. Jó, itt akkor még a maszkolásba. Ezt megcsinálom gyorsan. Nézünk.
franc gondolná, hogy ennyi baj van egy kinyitás készítésére. Igen. Hát így sem láttam még nyakot. Úgyhogy ennyi. Yes. Így becsomagoltuk szépen. Jó. Iránya. Műhely. Fényező. Király. Kegyetlen divat bemutatóra érkeztünk. Igen, kicsit beöltöztem. Végigmutatom tetőtől. Szörnyű. Nagyon jól néz. Hajolni nem lehet benne. Most pedig akkor a színkikeverés. Lényegében kevertem egy kis lakkot. Ez fogja megtartani a pálcot a felületen, hogy ne folyjon széllyel. Aha. És adok hozzá. Ilyen tejszínű egy lak, sose gondoltam. Hát ez volna. Egy alapozó lak, úgyhogy igen. De az, vannak ilyen áttetsző lakok. Például ez. Aha, na én ilyen meggondoltam. Igen, ez egy kicsit sárgás. Ja. Ez poliészter, ezzel alapoztam. Úgyhogy, de most ez egy akril lak, amit fújok rá. Aha. És akkor belekeverem a pálcot. Itt is az arányukat azt... Hát itt hígra kell, minél hígabbra, ugye a bőrszölésnél az a lényeg, hogy nagyon híg legyen. Aha. Csak azért kell a lak, hogy ne folyjon széllyel a pálc. Ja, ja, ja. Ez egy picit összetartja. Ennyi a dolog. Szűrő. Profi. Ez egy ilyen kis szűrő, ami ha van benne valami cucc. Igen. Ami nem kell. Ami nem kell, az szépen kiszűri, hogy ne köpje rá a felületre. Most a jó. Nagyon durvája van néz ki. Nagyon menő. Felszerelem a testet.
várjunk egy picit. Száradni? Aha. Nem akarok túl sokat egyszerre fújni. Nem akarok egyszerre túl sokat fújni, mert a szélén meg tud fojni. Aha. És akkor ott sötétebb lesz. Úgyhogy most várunk egy 10 percet, és nem folytatjuk. Oké. Okay. Második etap. Ebből hány lesz? Meglátjuk. Igazából az a lényeg, hogy itt a széleket is szépen összehozzam. Igen. Itt már nagyjából tök jó. Látod, ahogy aha. forgatom. Még van egy-két ilyen színkülönbség. Igen. Itt látszik egy itt picit. Itt egy pici. Aha. Most várunk egy picit megint. Oké. Okay. Kap még. Remélhetőleg már csak az utolsót. Már szépen össze lesz mindenhol hozva a széle. Fullos. Megmutatom. Ezt is még. Most már itt eltűntek azok a kis... Elégedett vagy? Alakul, szépen. Yes. Még itt kell egy picit sötétíteni. Aha. Még itt van egy-két ilyen kis rész, amit kell még sötétíteni. Uh-huh. Úgyhogy nem tudom videóról mennyire jön át, de, de egész jó az átmenet. Igen, szép. És akkor a harmadik etap. Készült? Aha, igen, most kész. Yes. Várjál, akkor megmutatom. Nagyon menőség. Brutális. Picit meg tudod forgatni? Vagy mondja, most nem lehetne, megfolyik. Hát, jó, oké. Látom, hogy nedves. Jó, most kimosom, és akkor kimosom pisztolyt, és utána jön együtt. Egy záró réteg. Az a lak? Már? A lak, aha. Igen. Aha. Oké. Okay. Elkezdjük a fedőlakot felépíteni. Yes. Mert most megvan a burst, megszáradt valamennyire, és akkor elkezdem fújni a... És akkor abban a fedőlagból az lesz, hogy egy réteg száradás, még egy réteg száradás. Ez nagyon hát ez úgy sok réteg, hogy ilyen 5 vékony réteget kell fölfújni, de ilyen 40 perc aha. időintervallumonként. Azért, hogy kispárologjon az oldószer, és még össze is tudjon tapadni a két aha. réteg. Mint egy két... Nedves a nedves eljárásnak hívják ezt a fújást, amikor a két réteg még össze tud kötni. Úgyhogy ezt így nem fogjuk végigvenni, mert én stopperórával szoktam mérni. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy ha most nem baj akkor nektek, akkor nem maradok itt
több mint két órát, vagy hát mennyit. Két és fél óra durván. De az első réteget azt mindenféleképpen megmutatjuk, utána igen. pedig a következő résznél meg láthatjuk a végeredményt. Úgyhogy, mit sikerült összehozni. Yes, fullos. Oké, okay, akkor csapassuk bele. Most kikeverem a lakkot. Jó. Ez már veszek maszkot is, mert itt nagy köd lesz. Tehát akkor ez volt az első lakréteg, most már azért nagyon szép. Csillog, villog. Igen, itt a Solomon töke, de majd jobb lesz, ha fölkerül rá az összes. Hát persze, hogy fel lesz polírozva. Persze. Jó, hát akkor ezzel én azt gondolom, hogy a fényezős etapunk ez a 3 nap véget ért. Igen. Mármint amit én kint töltöttem, azzal nyilván Peti sokkal többet dolgozott. És akkor a következő részben az összeszerelés lesz már? Igen, valószínűleg. Igen. Yes. Lényegében igen. Yes. Nincs hova összeépíteni. Fullos. Akkor kíváncsian várjuk a lakkozás teljes végeredményét. Biztos vagyok benne, hogy nagyon szép lesz. És... hát így néz ki egy fényezés, ez nem egy egyszerű folyamat, meg nem egy gyors folyamat, sok meló van vele. Úgyhogy folytatjuk az összeszereléssel, addig is brutálisan jó napokat mindenkinek. Csőzetek! Sziasztok!